Nagyon szépen köszönjük, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez az első kis koncert indító szám, ez Jason Mraz I'm Yours című dala volt. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttetek. Bevallom, egy ilyen kis nagyon családias kis 15 fős néző seregre számítottunk, de ez igazi meglepetésként hatott, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Nagyon sok ismerős arcot látok, innen, onnan, amonnan, de azért azoknak, akikkel esetleg még nem volt eddig alkalmunk, vagy akikkel nem volt alkalmunk találkozni, azoknak egy pár mondatban így bemutatkoznánk. Körülbelül 10 éve ismertük meg egymást.
egy Laxis parti zenekar, a Depó Band zenekar kapcsán. És hát azóta csak úgy pörögtek az évek, jött egy jó pár randi, egy esküvő, egy gyönyörű kisfiú, ezek vannak a hátunk mögött. Lehet, hogy a kisfiunk pont ott van valahol a hátsó sorokban. Feladta, szerintem feladta. Hát most lesz 2 éves, úgyhogy lehet, hogy feladta. Ma ismeri igazából. A fejből tudja szerintem már az összes számot. Igen, és azóta is maga a zene az nagyon fontos része a családi létünknek, a mindennapjainknak. Ebben a The Hedges formációban tulajdonképpen ilyen 1,5 éve dolgozunk együtt, inkább online formában, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy ma este megtartottuk az első élő koncertünket. Úgyhogy ezt ezúton is nagyon szépen köszönjük Rafa Gyovai Daninak, hogy ezt számunkra lehetővé tette. Mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást, és persze a mobiltelefonoknak is nagyon jó kikapcsolódást kívánunk. Nyugodtan lehet nevetni, bármit csinálni útközben, csak legyünk szabadok. A következő dalunk az Tommy Emmanuel Walls című száma lesz. Lost for
Nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt két szám közül az első egy Tomi Emmanuel szám volt, illetve ő is feldolgozta, címe Walls. A következő, vagy a
rákövetkező pedig egy Jason Mraz szám volt, aminek az a címe, hogy I Won't Give Up. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egy kicsit személyes dolgokat is közöljünk, hogy nekem személy szerint hogy került a kezembe az a szép gitár. Hát ez nem másképp került a kezembe, mint hogy 2014-ben kaptam egy koncertjegyet Pécsre, és az volt ráírva, hogy Tommy Emmanuel, véletlenül. És ez egy viszonylag nagy áttörés volt az életemben. Szokták mondani így, talán Tátrai Tibi bácsi mondta, hogy régen sokan játszottak elektromos gitárral, de a Jimi Hendrix volt az, aki egy kicsit másképp játszott rajta. És onnantól kezdve gyakorlatilag műfajt teremtett, és bizonyosan mindenki úgy játszik a gitáron. És nekem valahogy így volt ez a Tommy Emmanuel koncert is. Mert voltak elképzeléseim, hogy mi az az akusztikus gitár, hogy szoktak rajta játszani. Mint magyar, mint külföldi együttesekben, teszem azt fonográf, Eagles, stb. És amikor elmentünk erre a koncertre, akkor azzal szembesültünk, hogy egy darab ember jött ki a színpadra, és két órán keresztül olyat játszott, hogy a zenének minden egyes komponense benne volt, és mindenkinek a figyelmét lekötötte az első pillanattól az utolsóig, nem kicsit. És nem csak technikailag tudott ő olyat, hanem maga a személyisége és a hurája, hogy szépen mondjam, meg telítette azt a Kodály központot. És akkor, amikor hazajöttünk, akkor én elkezdtem nézegetni akusztikus gitárokat. Mert azt gondoltam, hogy ezt én is szeretném űzni, vagy legalábbis megtanulni. Ha megtanulni, nem is fogom tudni már, mert arról már lekéstem. De valamennyit azért így elsajátítani belőle magát, ezt az egész hangulatot, stílust. Na hát röviden ennyit. És most melyik szám jön? És akkor most jöjjön egy könnyedebb dal, de korán sem annyira könnyed témával. Nem fogok neked szerelmes dart írni, csak mert kérted, csak mert szükséged van egyre. Hello.
tell me it's mejor breaking this. That's why you wanted a love song, 'cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's mejor breaking this. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. If your heart is not wearing it, I don't want it for a minute, babe. Well, the seven seas when I believe that there's a reason. Köszönjük. A következő két számnak az előadója John Mayer és Norah Jones. Több szempontból hasonló utat járt be ez a két előadó. Többek között mindketten kedvelték a folk és a country rock stílusokat. Számunkra ma este ez legyen egy kis műfaji kitekintés. John Mayer, Free Falling. Falling, falling. Oh, the vampire.
I wanna free fall out in the nothing. I'm gonna leave these words for the why. Now I'm free. Következő számhoz pedig egy kicsit szeretnék segítséget kérni ettől a kínai csodától. Nem is biztos, hogy kínai. Van, aki nem tudja, mi ez a looper? Mindenki tudja? Azért. Már megérte eljönni, mert akkor most elmondom. A looper az egy olyan szerkezet, amivel fel tudok venni itt élőben hangot, és ő vissza is játssza ezt nekünk, és erről többször rátok játszani. És ezt szeretném most egy kicsit segítségképpen megszólítani. Nem régóta gyakorlok vele, úgyhogy nem, lehet, hogy nem jössz elsőre. Was it?
Köszönöm szépen. Hát jól ment, jó ment. A gépkezeléssel még gondoljunk vannak. A következő dal egy nagyon kedves ismerősünknek, ha valakinek mondasz, hogy kis pudár, esküvője kapcsán ismertük meg, de azóta nagyon-nagyon közel áll a szívünkhez a dal. Talán így a szövege alapján nem kell különösebben megmagyarázni, hogy miért. Édesanyám, édesapám, neked adnék mindent. Az akusztikus gitárnak lelke van, tehát nem olyan, mint a zongora, hogy tavasszal betolják, aztán télen majd behangolják még egyszer. Attól függ, milyen zongoráról. Rózmarin nyílik a kertek alatt, az én szívem régen a táj. Úgy ölel át, mint hű szerető. Yeah.
Csírás? Hát nekem majdnem sikerült. Igen. Hát egy kicsit, igen, én is elvesztem a technikában, úgyhogy fogtam és kiléptem mindenből. Na, hát, talán az egyik legbonyolultabb érzés. Mit gondolunk, mi az? Hát a szerelem. A szerelem az mindig bonyolult. Sokakat sokféle formában ihlet meg. Én most szeretnék ekképpen utalni a következő három dalunkra, amit egy ilyen kis csokorba szedtünk. Mind a három szám eléggé eltérő stílust képvisel. Hol egy csókról álmodunk kint a búzamezőn, hol a legfőbb támaszai szeretnénk lenni a másiknak, hol pedig csak titokban megszöknénk vele. Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Farflies dance, silver moons, sparkling.
Köszönjük szépen. És akkor a kis szerelmes csomagból. A második szám Adele, Make You Feel My Love. Szerintem ezt nagyon sokan ismerik. When the rain is low.
Köszönjük! Akkor még egy rövid ilyen gondolat, hogy legyen egy ilyen gondolat, amit mindenki haza tud vinni. A másik nagy élményem, ami a Mr. Tomi Emmanuel kapcsolatban megszületett, az nem más, mint hogy valahogy hiányzik a közéletből az, hogy amikor egy zenészre gondolnak, akkor tudják azt az emberek, vagy akik zenészre akarnak válni, hogy ez mitől működik. És a mai világban, amikor minden nap gyakorlatilag megszületik egy megasztár, vagy egy csillag születik, hullik, nem sokáig vannak ők, és nem tudjuk, hogy ők mitől működnek. Azt tudjuk, hogy hétfőn ugye konditerembe kell járni, kedden fodrászhoz, aztán szerdán megint konditerembe, aztán tetoválószalomba, és akkor pénteken smink, és szombaton arena koncert, és ezt tudjuk. És senki nem mondja el, hogy ez mi van mögötte. És a Tomi Emmanuel az, akinek a legtöbb riportjában fellelhető az a mondatok. Igazából azt, amit ő tud, azt bárki megtanulhatja. Nem biztos, hogy úgy, ahogy ő, de minden tanulható, és ez nem kell semmi más, csak az, hogy az ember otthon leüljön, és gyakoroljon. És ő sok mindent mutat, hogy először csak megtanulod azt, hogy... És ezt csinálod. És közben megnézed a Trónok harcának a 300 részét, amikor ez megvan, akkor már nagyjából ez így megy. Akkor hozzá lehet venni valamilyen ritmus vagy harmóniát. És akkor ez is már megy, akkor lehet játszani valami dallamot. És ő kimondja azt, hogy nem kell semmi más csinálni, csak leülni otthon a szobában, és ezt gyakorolni. Gyakorolni hangról hangra, ütemről ütemre, ameddig nem megy. És sok fiatal szülő is van itt, meg gyermek is. És ha valamilyen gondolatot hazavisznek ma, akkor az legyen, hogy a zeneiskola nagyon fontos, ott ülnek a tanárnénik. Tanárnéni, tanárbácsi nagyon fontos, mert ők megmondják, hogy mit kell gyakorolni, de haza kell menni, és otthon kell megtanulni zenélni. Nincs más se. Iskolában nem lehet megtanulni zenélni, ott nagyon fontos dolgokat mondanak el, és sarkalnak mindenre, de otthon kell gyakorolni. Minden nap, az a fontos, minden nap. Nem egy héten egy órát, hanem minden nap 15 percet. Egyik nap, utána meg következő héttől meg 2 órát naponta is akkor. Nektek még van esélyetek, nekünk már nincsen semmi. Főleg a szomszédoknak. Így, öregem már nem fér be az embernek ez a dolog, de... Rán gondoltál? Mit öreg? Én nem értettem magamra ezt az öreg kifejezést. Az a szám jön, hogy Pixilot Mamadou. Oh, 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 oh
A következő dalt biztos mindenki ismeri. Biztos. Aki... mikor is volt ez a szám? Elmúlt egy-két év. Csillag születik című film? Lehet. Amikor elszorul a torkom, és nem találom a szavakat. Valahányszor elbúcsúzunk, édesem, az fáj. Amikor lemegy a nap, és a banda már nem játszik tovább, én mindig így fogok emlékezni rád. Lady Gaga, always remember us this way. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. I wanna go
Köszönjük, Szabina! Akkor nem maradt más hátra, mint a mi utolsó számunk, közben behangolok újra. Nem, egy dolgot elfelejtettem. Hogy szeretnénk megköszönni még egy embernek egy nagyon fontos dolgot, hogy eljött ide, és kettőnek is, igen. És hogy az óriási technikai és audio tudásának köszönhetően ezt a csodálatos hangot ide varázsolta ma, és ő az az ember, akinél ha megkérdezzük, hogy Popi, ugye ráérnél eljönni, vagy nincs kedved eljönni, akkor biztos, hogy egy válasz létezik, hogy persze, jövök. Úgyhogy szeretnénk egy nagy tapsot kérni Popovics Péternek, aki ott rejtőzik a sorok között a kis keverőpultjával, keverő iPad-jével. Minden problémára van valami megoldása. Illetve köszönjük még, igen, a Gábornak is köszönjük, aki megígérte, hogy felvesz minket. És még egyszer köszönjük a Daninak is, és a következő szám, ami egyben az utolsó szám, az is valamilyen féleképpen a Danihoz kötődik, hiszen itt tavaly lett volna egy kiállítás megnyitó, ami sajnos elmaradt, de oda meghívást kaptunk, és arra készültünk egy ilyen magyar egyveleggel, mert ez egy ilyen rockfotós naplója című kiállításról van szó. És ő egy olyan fotós, aki magyar zenekarokat fotózott a 70-es évektől kezdve, és erre készültünk egy egyveleggel, ezt szeretnénk most eljátszani nektek. Hosszú éjszaka volt, mikor ébren vártalak téged. Milyen boldog is voltam, hogy kattan az ár. Milyen boldogan zártam az ajtót, s te jöttél hozzám. Milyen boldog is voltam, hogy érez a szám. Angyal lány, hol jársz, angyalány? Aztán már csak az ital volt kevés. Egy ütnél volt a lány, még ártatlan talán, kimondhatatlan édeszemmel nézett le rám. Az első sorban ült, és úgy tetszett nekem, éreztem, hogy ez már szerem. A koncert után eltűnt a lány, láttam azóta sem. A koncert után eltűnt a lány, nem jelzok még nekem. Senki sem. Egyik délután megyek az utcán, és látom, nem köszöntök már. Hátam mögött még nincs az
szól, mint rég. Úgy érzem, elfelejtették a régi részek, nem ismernek engem meg. Nézik, mit nézek, aztán tovább mennek. Mi a furcsa a hangulatban, az utcát járom magamban. Nincsen semmi, ez se kedvem, de érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Bátonnám, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek én. Virágok közt, de lennem mi, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen. Virágok közt, velem lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. Álmodtál, ébredtél, vártál rám, hogy felnőtni. Őrizgetjük szellemét.
azokért egy-egy gyertya égjen. Vándor egy régi dalt hallgató, minden, ami csak rólunk szól, vállalók. Jöttünk a semmiből, s ében álmodunk. Ez egy életre szól, ez egy életre szól, ez egy életre szól. Ő volt a kisfiam. Nagyon szépen köszönjük. Azt szoktam mondani, apa, most már vedd le a gitárt. Vicc nélkül nekem is mondta már, hogy anya, nem énekel tovább. Tudod, a visszajelzések. Jó bevallom, készültünk rá a Dásztánmal. Méghozzá ez is egy filmbetétdala, az Angyalok Városa. És már nagyon régen játsszuk ezt a dalt, és hát nekem személyes kedvencem. De bevallom, a filmet nem mertem megnézni, mert nem akarok sírni. Viszont a számot ezt imádjuk. Some
Jókor érkeztél, barátom. Nagyon szépen köszönjük még egyszer mindenkinek, hogy itt voltak, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok az első élő koncerten, próbaverzión.